Ezeket a fotókat a Szekszárdi Kutatómentő Egyesület készítette a Dunában eltűnt férfi keresésekor. A holttestre végül Harta térségében bukkantak rá. Elkezdődött a nyár, egyre többen mennek strandolni, töltik a napjaikat a parton. A víz azonban komoly veszélyeket is rejthet magában. Ezért lényeges, hogy mindig tisztában legyünk saját határainkkal, de az is, hogy odafigyeljünk a körülöttünk strandolókra, mondja a szakember. Én minden évben kiemelem, hiszen ez egy ilyen általános sablon, amit úgy megszoktak, hogy jaj, forró testtel ne menjünk be, meg ne ittassan ne menjünk be, ami természetesen mindegyik igaz, tehát forró testtel tényleg ne menjünk be, ittassan tényleg ne menjünk be, de én nekem a most már közel 25 éves tapasztalatom az, hogy azért a vízibalesetek nagy százaléka az általában a képesség megítélésének a hiányából adódik. Azaz, elméletben mindenki tud úszni, csak ezt a gyakorlatban nem tudja átforgatni. A gyerekek esetében pedig, mivel nekik az ítélőképességük még nem fejlődött ki rendesen, a felnőttek feladata az, hogy egy pillanatra se tévesszék őket szem elől, ne hagyják őket eltávolodni maguktól. Ugyanis nem is gondolnák, hogy ha csak 10-15 méterre tőlük merül el a kicsi, egy örökké valóságnak fog tűnni az az idő, amíg odaérnek. Nekik is, és a víz alatt lévő gyermeknek is, aki éppen nem kap levegőt. Én is, mint szülő, a gyerekeim kartávolságnál távolabb nem mennek el tőlem bizony a vízbe, mert onnan még utánuk tudok egy pillanat alatt nyúlni, ha valami van. Ha tőlem elmennének 5-8-10 méterre, már azt se fogja tudni a szülő, hogy egyáltalán hova kell nyúlni. Tehát ez egy hányszor volt már példa, hogy elmerült az adott hozzátartozó, legyen az gyermek, legyen az felnőtt, és megpróbáltak utána menni, és soha nem találták meg, de nem tudják már megtalálni, hiszen nem képesek. Magyarországi vizekben látni nem lehet semmit. A szakember szerint, ha mindenki egy kicsit óvatosabban, megfontoltabban élvezni a vízben töltött időt, ezek a tragédiák mind elkerülhetőek lennének.